Sziasztok mindenkit, üdvözlök! Megjelent a GeForce GTX 1050 és az 1050 Ti videókártya. És hát a csatorna a Facebook csoportjában már beígértem róla egy kis összefoglalót. Meg fogjuk nézni, hogy hogyan teljesített a két kártya bizonyos játékok alatt. A teszteket a guru3d.com oldalról nézem. Azért szerettem ugye a guru3d-t, mert itt elég részletes és sok mindenre kiterjedő teszteket csinálnak és hát mint GTX 1050 és 1050 Ti-t MSI kiadásban tesztelték le. Hát a különről annyit, hogy megkapta az MSI Twin Frozer 6 kisnyitett változatát. Szerintem elég jól néz ki, nekem tetszik ez a kialakítás, de ez szubjektív dolog. No, hogyha a terhelési hőmérsékletet nézzük az MSI-nél, akkor 1050-64 fok, 1050 Ti-67. Hát nem rossz egyébként, tehát lehetne jobb is egy ilyen kis fogyasztású kártyák esetében. És ha azt nézzük, hogy például a Radeon RX 470 az 58 fok volt, ezzel szemben akkor egy kicsit sok talán, de nagyon sok kártya eléri a 80 meg a 90 fokot is, úgyhogy azért nem kell félni tőle. Az MSI hűtőjének zajszintjétől viszont nem kell félni, láthatjuk, hogy messze a lista legalján van, a legkisebb zajértékkel. De az MSI hűtője, hogyha hatékonyságban, hogyha nem is feltétlen a legjobb, de zajszínben tényleg nagyon halknak mondható. Ez már igazolt a Twin Frozer 5-re is. A legelső játék teszt, Rise of the Tomb Raider, Full HD felbontás, Very High, lényegében minden maximumon, ugye DirectX 12. És hát mit látunk? Azt látjuk, hogy GTX 1050 31 fps, 1050 Ti pedig 41. Ugye előzetesben mit vártunk ettől a két kártyától? Hát azt vártuk, hogy az RX 460 és az RX 470 között fog elhelyezkedni. Ez képest a Rise of the Tomb Raider alatt az RX 460 simán megverte a GTX 1050-et, de a GTX 960 sem szerepelt jobban, szóval nem tudom erre mit mondjak, ez annyit tud, mint egy GTX 960, de a két kártya nem tud annyit, mint az RX 460. Hát én úgy vagyok vele, hogy Full HD felbontáskot fogom nézni, szóval tényleg ezekkel a kártyákkal már nem érdemes VQHD meg a fölötti felbontásokat nézegetni. Például amit láthatunk a Tomb Raider-nél, hogy GTX 1050 4 GB 30 fps sel szerepelt az olyan, hogy megnézték gondolom a játéknek az elejét, a többi FPS értéből is kiindulva, ott nagyon jól fut, aztán később már nem annyira, Szóval az a 30 FPS, az lehet, hogy később csak 15. Jó, persze minden maximumon volt itt is, de én úgy gondolom, hogy ezeket a videókártyákat már végképp nem. Full HD felbontás fölé szánták, úgyhogy szerintem fölösleges lesz ezen majolni, hogy most éppen VQHD-ban melyik kártya lesz egy kicsit erősebb, egy kicsit gyengébb. mondom, amíg egy GTX 1070 OC-t be tudok vinni a Rise of the Tomb Raider-be, 2560 ben ilyen 45 meg 60 FPS közé, vagy 40 és 60 FPS közé, bizonyos helyszíneken. És láthatjuk, hogy itt a referencia GTX 1070-nel 71 FPS-t kaptak, akkor teljesen fölösleges számításba venni ezt a felbontást. <laughs> hogy aztán úgy járjunk, hogy <laughs> bizonyos helyeken megáll hogy teljesen az FPS, aztán így megáll a kép. <laughs> Battlefield egy Full HD, maximum beállításokkal, GTX 1050, 45 FPS, GTX 1050 Ti 58. Tehát lényegében nagyon sokakat érdekel az, hogy a BF1 milyen gépen vagy milyen kártyán fog tudni már maximum beállításokkal olyan 60 FPS körül menni. Ugye egy ilyen játéknál, főleg multiban nagyon fontos hogy meg legyen legalább a fix 60 fps. És hát úgy néz ki, hogy a GTX 1050 t azért már fogja tudni hozni, vagy teljesíteni ezt a szintet. Szóval oda már ajánlható lesz ez a kártya. Viszont a GTX 1050 az csak a GTX 960 szintjét tudta hozni. Gears of War 4, GTX 1050 40 fps, kicsit a GTX 960 alatt. GTX 1050 Ti 54, Hát igen, ha azt nézzük, azért elég komoly különbség van a sima 1050 és az 1050 Ti között. Szóval ilyen téren azért nem spóroltak, hogy szinte ugyanazt a kártyát adták volna ki, olyan kis különbséggel. De az tény, hogy van differencia a két kártya között. A Hitman 2016-nál az eléggé ki is jött, tehát GTX 1050 24 fps, 1050 Ti 43. Azért ez már egy 20 fps különbség is. 60 FPS alatt az rohadt sokat számít. <laughs> Egyébként ez az 1050 t ennél a játéknál hozta a GTX 780 ti nek a szintjét, ez egy kicsit vicces. Hát innen is látszik már, hogy korábban is mondta, hogy mennyire elhanyagolják a korábbi széria GeForce kártyáit. Egyszerűen nem támogatják már úgy, és ez lesz a GTX 980 t vel is. A 979 nal is. Ugye vannak, akik olyan velmesen védik a GT-980-at is, hogy hát azért az mégis egy csúcsmodell volt, meg azért mégis erősebbnek látszik bizonyos esetekben, mint a GTX 1060. Hát gyerekek az a helyzet, hogy az a GT-980, ha most még nem is, de hamarosan úgy el fog indulni mefelé a lejtőn, a driveres támogatásnak köszönhetően, mint annak a rendje. Meg lehet nézni, hogy hol tart a GTX 780 Ti. nem csak itt, hanem más játékok alatt is, de itt különösen látszik. Amikor kijött a GTX 970, akkor az oc 970 nyögte ki a GTX 780 ti nek a szintjét, most pedig hol van a 970-hez is a 780 Ti? Na de nézzük tovább, Ashes of Singularity. Ugye ezt a játékot mindig csak 2560x1440-ben nézik. Hát, elég csekély értéket is kaptunk. 1050 25, 1050 Ti 32, viszont azonosan is jobban szerepeltek, mint a RX 460, abból is a 4 GB-os, és hát ott hagyták a GTX 950-et, de hát azt el is várjuk, hogy az 1050 és az 1050 Ti azért mégiscsak erősebb kártya legyen. A GTX 950-nél. Doom 2016, hát igen, a Doom az megint egy olyan játék, amiben... Ha van különbség, akkor az ki tud jönni. És hát ki is jött, GTX 1050 37, 1050 Ti 75. És hát ugye OpenGL, itt most nem kell nézni nagyon a Radeon kártyákat, nekik a Vulkán fog majd előnyt hozni. Itt láthatjuk is a Vulkán testben, már sokkal jobban szerepeltek a Radeon kártyák. Egyébként az 1050 és az 1050 Ti között megmaradt a különbség. Far Cry Primal, minimális különbség jött ki a két kártya között, tehát GTX 1050 44, 1050 47 FPS, és mindkettő lehagyta a GTX 950 et és a GTX 960-at. És az is igaz, hogy mérföldekre van mindkét kártya, a lassan kicsivel 60 ezer forint fölött induló RX 470-től, és a 68 ezer forintnál már kapható, hogyha a 3 GB-os áldozatot veszük, 1060-tól. Grand Theft Auto 5, GTX 950 és GTX 960 a GTX 1050 alatt, tehát GTX 1050 58 FPS, GTX 960 53, GTX 950 45 és 1050 Ti 65. Végére nézzünk egy DirectX 12-es benchmarkot. GTX 1050 a GTX 950 alatt szerepelt, hát erre nem mondok semmit. GTX 1050 t egy picit lett erősebb a GTX 960-nál. Ez az így eléggé keserves lenne, de szerencsére azért a játékoknál nem ezt láttuk. Na és hát milyen árazásba jönnek a kártyák? Hát a dollárban megadott ára az nálunk semmit nem mond. Lényegében most, ami konkrétum van, az Aquában Asus GTX 1050 Ti 62.000 forintért. Találtam egy palit modellt egy másik áruházban 58 ezer forintért, és hát azt rebesgetik, hogy az induló árazás 1050 nek az ilyen 60 ezer forint környéke lesz, ezt már láthatjuk is, mennyire csepegnek be a boltokba, és hát erre már én láttam, hogy itt ott mondogatták, hogy ez így eléggé sok, és hát azt kell mondjam, hogy igazuk is van, ezt jól látják, hiszen ha ehhez a 62 .000 forinthoz hozzáadunk olyan 5-6 forintot, ha már 6 ezer forintot hozzáadunk, akkor ott van az ms nek az Armor 2x1063 gb kártyája, és hát azért az jócskán erősebb ennél. Szóval aki már ilyen pénzt áldozna rá, az akkor fog jó járni, hogyha azt a pár ezeret még rászánja, is, akkor lesz egy 2x1060-a. De ha nem 1060-a, akkor Kicsit drágábban, de szinte már majdnem ennyiért kap a 470-et is, ami szintén sokkal erősebb. Viszont ha azt nézzük, hogy a GT960-nak az árában van lényegében, sőt, még olcsóbb is nála, és erősebb ahhoz képest, viszont még mindig egy jobb pozícióban van a jelenlegi gt 960 szemben, fő a 4 G10 960 szemben, főleg a 4GB-as GT960-akkal szemben amilyen 65 meg 70 ezer forintért is kapható, viszont tény, hogy ennyiért még most nem fogja megérni. És érdekes, hogy láttam, hogy egyesek jöttek az, hogy az Nvidia az megint tud árazni. Hát miért, mikor az RX 480 kijött, akkor milyen áron jött? 110 ezer forintért? Az RX 470 az is ilyen 90 meg 100 ezer forintnál indult. Igaz, hogy most már nagyon jó beárazódott, de hát valószínű hogy ez is befog, csak most ennyi az induló ára. Lényegében, hogyha 1050 t ilyen 50 és 55 ezer forint között lesz már kapható, akkor már úgy nem lesz rossz vétel. A GTX 1050-nek meg lényegében át kell most már venni a helyét szerintem a GTX 950 fronton, tehát ilyen 45 ezer forint kicsivel fölött kellene majd beárazni, hogy elfogadható vételnek számítson. Ha nem szeretnétek lemaradni a legfrissebb információkról, Lájkoljátok like a Facebook oldalamat, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!